szempontunkból, tehát abból a koncepcióból kiindulva, hogy ugye építjük a csapatot és csináljuk a játékot, ezzel a szempontból kell értékelni. Hát az első, ugye az eredmény, hát 3-1-re kikaptunk ezen a mérkőzésen az Európa bajnok otthonában. Egy olyan mérkőzésen kaptunk ki, ahol megítélésem szerint, és az teljesen egyértelmű volt itt az újságírók és a szakemberek véleménye is, hogy 1-0-nál, hogyha Klaus berúgja ezt a helyzetet, hogy az a 11-es megadja a víró, abban az esetben nem tudtak volna talpálni a dánok. Úgyhogy ebből a szempontból relatíve vagyok csak elégedett természetesen, mert kikaptunk. Ugyanakkor a játék szempontjából óriásit léptünk előre. Magyar bedobás következik az első félidő 9.-8. percében 1-0-rányú magyar vezetésnél. Egy berobbanó magyar, egy beadás, és ott a helyzet, Klaus! Úristen! A beívelt labda végjön, és sikerült Sajan Lauzunknak kihagyni, de 11-es az a színbíró, mert ellökték, azt mondja. 22-23. Perc, na nézzük, hogy tényleg ellöktéken. Hát hozzáért pedig a labdához Márka, az biztos, hogy előbb a labdát érte el. Ez úgy érzem, bírói tévedés. Nézzük meg még egyszer. Úgy bizony. Három lépésre a labdától Mihály Laudrup. 1-1. Sok esélye nem volt szegény végre. Illés üresen. Lassan lövőhelyzet lesz Béla. Klaustól kapja vissza Illés! Nem. Hát ilyen nincs. Pedig van ám. Kíváncsi vagyok a lassításra. Nem a 11-es a fényjátékvezető, erre mondom, hogy ilyen nincs. Viszont nagyon szép volt a támadás, na nézzük. Elgurította már Illés, ez 11-es. Wilfort a magyar félfél közepén. Wilfort még mindig jó szóló. Kapufa, a kipattanót pedig berúgják. Laudrup. Mégpedig Mihály Laudrup. Az első fél idő utolsó percében gólt kapunk. Wilfortot képtelenek vagyunk megállítani. Itt van a 16-os vonalánál, még viszi tovább. Itt szerencsénk van, a kipattanónál, ott viszont egészen biztos, hogy löködben pingel, az már más kérdés, hogy Mihály Laudrup berúgja a helyzetet. Wilfort indulhat. Brian Laudrup. Ügyes cselek, Brian Laudrup. Egy sarkazás. Ennyi. 3-1. Most állt be pauzen és gólt szerez. Ez egy nagyon nagy szóló, nem tudja megakadályozni egy magyar sem Brian Laudrup szólóját, aki sarokkal teszi vissza. És jön pauzen és megszerzi a harmadik down gólt. Nem véletlenül választottam ilyen roppant nehéz ellenfeleket, akik világbajnokok, Európa bajnokok, mert csak itt derül ki, hogy ténylegesen van-e értelme annak, amit csinálunk, vagy nincs.